Áprilisban még kritikus aszály volt ország és megyeszerte egyaránt, Szabolcsban ráadásul már tavaly is az országos átlagtól magasabb aszálykárt jelentettek be. A gazdák az agrárkárenyhítési alapra számíthatnak, az elmúlt években már 25 milliárd forintnyi összeget sikerült felhalmozni. A mögöttünk álló hetekben egyszer fordult elő, hogy nagy mennyiségű eső esett a megyében, de ez inkább hasznos volt, kárt nem okozott, közölte Rácz Imre. Két óra szólt közel 100 mm Tímár környékén, ahol éppen a borsó betakarítás zajlott, de éppen magukat várva érdeklődtem, olyan nagy területet nem foglalt el. Igaz, hogy volt 40-60 centit is elérte a borson, a betakarítás előtti borson a víznek a magassága, de ez olyan számottevő területet nem vett el, nem esett ki a termelésből olyan nagy terület, mint amennyi hasznot csinált mondjuk a kukoricánál vagy a napraforgóknál. Úgyhogy elmondhassuk, hogy a megyében még ez a sok csapadék is inkább hasznosult, mint kárt tett volna. A fagykár azonban nem került el Szabolcs megyét sem. Cseresznye amúgy sincs nagy területen a térségben, az időjárás pedig egyáltalán nem kedvezett a termésnek. Szinte ez annyira lefagyott a koratavaszi fagyoknál, hogy nem volt jelentős piac, akinek volt valamennyi termése, azt értékesítette ilyen kis piacokon, úgyhogy én információim szerint az üzemek erre be se tudtak indulni. A mezőgazdasági idény következő gyümölcse a dinnye, ennek szürete hétvégén, illetve jövő héten kezdődhet, elsőként idén is Békés megyében, Szabolcsban pedig a következő 2-3 hétben.